makes the bulwark so impenetrable? It's made of massive boulders. No army or machine has ever penetrated it. If we're done. So, what's the plan? The bulwark is to the southwest, so undoubtedly we'll have to cross paths with Rugala's troops. We'll either have to fight our way through, or find a way to sneak past unnoticed. Neither will be easy. Never is. Let's get this over with. Menjünk a izé sunyogós úton, én inkább azt választanám, mert izé félek. várja, mentenem kell. Kövesd kotollát, vagy koton, fej, koton fejűt. How would you convince Takote to send his challengers? I wouldn't. Come on. To knock the respect of blade and the strength of the fighter who wields it. Good as anyone who lacks that. Well, lucky for us, we're both good fighters, but let's hope it won't come to that. So this whole valley is the Sky Clan's territory? Yes. The clan has defended it for generations. Against who? The other Tanakh clans. Even the Karja, long ago. If you want a history lesson, talk to the chaplains. Rebels ahead. Hacking away at that machine. Gut them. Or sneak around. I will follow. Jó, ezt itt kinyírom, és akkor utána, hát utána elvileg elbánunk. Ó, annak ilyen pajzsa van. Jó, akkor azt kéne megölni elebb. Amíg kéne odaosolni. Az, hogy ez a picsa az észrevesz. Ja. Jó. Ez akkor ketten igazából így meg tudjuk oldani. Tök jó, besegített. Na, ez már pozitívum. Mondjuk azt, ja, tűzet, ja nem, azt nem kell aktiválni, jó. Ez most aktiválódott. Jó. Hoppa, ezt begyűjtjük. Ami adatpont. Those rebels were gathering machine parts, maybe to make more overrides. And Takote won't do anything? Why would he, when he has the bulwark? Yeah. I grew up behind the wall. It's easy to have a false sense of safety there. More rebels in the clearing. Take the lead.
see anything? Feeling antsy. Need to get some training. Hm? Itt fog mindjárt leugrani. Lemászni. Jó, ezt elkapjuk. Igen, tudom, ez annyira nem izgalmas, bár nekem, én tökre élvezem ezt is. Igen, ő itt köröz. Ez a bajnok, ugye? Neki van a páncél, vagy a pajzsa. Anyád picsáját! Bazd meg! Picsába. Nem így akartam, de miért nem lehet egyesével ezeket kinyírni? Faszomat. Nincsünk egyet. Picsába. Csak gyűjtögetek egy kis azért. Meg a ládát, természetesen. Meg ha már itt voltak gépek, akkor nyilván azokat is. Ez most nagyon kell minden. Ja, ez a zöld izé, jó. Gyógyító növény.
Back at Stonecrest, you said the rebels have been moving through here for days. By the time Tecote realizes he's outmatched, this entire valley might be overrun. If not for the sake of the rest of the clan, I would welcome that day. To see his pride ruined. Okay, well, maybe we can change his mind. Here it is. The bulwark. Let me know when you are ready, and I will announce us. Ja, hogy ez a bástya. Ja, te készen vagyok. You there! A marshal requests an audience with your clan commander. I didn't know there were any marshals left. We defend the path to the mountain. Where the wings of the Ten shall find us. All right, Marshal. I'll send the lift for you. Tudja, hogy nem fog menni, mert ugye látják, hogy Csonka, tehát hogy elvesztette a fél karját, itt az egyik karját, majd beugatnak neki, hogy jött, hogy már nem is vagy izé, katona, meg marsod, és akkor mondja, hogy élő, aztán oda podabassz az asztalra egy nagyot. Takoténak. Back again. So this was home. A long time ago. Come on. Megvan izé, és biztos lehet jó cuccokat kapni. Akkurátus sas személy. Mondjuk ezt konkrétan ezt most meg tudnám venni. Azt a kurva. Berakjuk, elvileg, hogy a feladatok közé berakom, akkor elvileg ugye látom, hogy hova kell vissza. Azért, hogy annyi helyen voltam már, meg annyi vadásznál, ahol ugye láttam ezeket a fegyvereket, de most nem tudok, mert ugye gyűjtök izé fémszilánkot az erszényeimnek a fejlesztésére. Kéne közben amúgy fegyvereket, nincs az a fémszilánk mennyiség bakker, amit most... Ó, faszom. Mondjuk el tudok adni... Nem sok mindent. Hmm. 526, mondjuk az nem olyan rossz. Ez tekerstől függő, hát igazából amúgy nem sokkal, tehát ezt én nem feltétlenül venném meg. Mert ez a bontó dolog, ez kurva jó. Tehát ez amikor így ellövi, és akkor kiegyezte a hangot, és lerobban, 400-at sebez. Tehát ez kapásból ugye ezt a nagy téglafarkú, nem tudom mi a tökömet leszette. Ez mondjuk akkor nem feltétlenül kell jégt, ez robbanó csúzli.
Mondjuk ez nem rossz. Talán nem jöttet, mivel tudjuk összehasonlítani. És a képességet nem tudom megnézni, hogy mit tud a tartályvető. Valami próbált, nem lehet izé, nem lehet kipróbálni a tartályvetőt. Pörösbes nyílvető. Ez annyira nem érdekel minket. Ja. Jó. Itt kéne előbb nyersanyag. Csapda ersz. Igen, mondjuk ezekből sokat tartok magamnál, csak ugye egyszerre nem tudok sokat letenni, azt hiszem, mert az is valami képességhez kötött, hogy egyszerre nem lehet három, vagy valami hat csapdánál többet lerakni. Kötélövedéke még igazából nincsen, nyilvetőlövedékek, azt se használom, meg igazából olyan élemet se. Ez olyan piros. Tüskevetőt sem. Jó. Viszont van ruhafejlesztés. Jó, hát igazából amit tudtam, azokat most fejlesztettem. És hogy ennyi, maradt egy kevés fémszilánkom. De legalább most a 30-at tudok rakni, ebből meg 20-at. Szerintem egész jól állunk. Ott van valami ládikó.
Hú, basszus, rengeteg minden van itt. Mert nem, hogy ebben a játékban rengeteg minden van, és hát most már most látom, hogy off-stream. Mennyi mindent kell majd. Tehát ezek a kis nézetek, ezek igazából a... Hát nem pontosan, de amúgy de. A, ugye a helyszínei a... Ugye ez pont nem. Ez se. Még Libatol. Nyersanyag erszény. Tehát, de ez tök jó, hogy ezeket meg tudom jelölni, illetve a nyersanyagok fejlesztését ugye be tudom ilyen feladatként ütemezni, mert így legalább ezeket nem felejtem el, meg tudom, hogy ha valaminek épp a közelében járok, akkor akkor ugye tudok vele foglalkozni. Na, menjünk. Ja, nem, azt még megtöltöm, bocsánat. Így. Let's go. Csúnyasebb, hát nevezhetjük azt, vagy mondhatjuk azt is. Csúnyasebb, ez mi? Öltő. Nem, ezek nem kellene, most tök jóra fejlesztettem az enyémet, úgyhogy ez egy komoly. Megnézzük ugye ezért a listát, a ruhákat. Azért ez most kemény. Tehát kb. A sokkolás ellen nem véd. Ott ellen nem véd. Igen. De nagyon akarom, akkor tudnék betenni szerintem olyan izért. De ez a fagy és tisztító víz, meg a plazma is kell, mert, mert nem tudom, hogy plazmát mi lő ki. De mindegy, valamennyit. Marshall. A spectacle. Reminds me of where I grew up. I never decided which was worse. When they shunned me, or when they stopped and stared. The cult is inside. Shall we? We're here for Tecote. Let us in. Léci. Ja, jó, ennyi. Azt hittem, hogy kötekedni fogunk. Nem mehetsz be, nincs kar, nincs be, átmenetel. Ott a te, az fogadjuk a bal oldali, az be, az meg. Tecote. Zabász. Na, tényleg jól élnek. Csakkozik, bazd meg. Sky Clan's mighty son returns. West the Ten. Your chief has demanded an immediate dispatch of all challengers to the Cool Route. We're here to make sure yours haven't gotten lost on their way to the Grove. I see. Regala must have dealt our chief a mighty blow, if he's sending you two as messengers. This one defeated Regala's champion, Grutta, at the embassy. She fought honorably. I had the sense to bar our soldiers from that embassy. Just as I have the sense now to keep our challengers here. If they must fight, then they will fight here. Defending our walls. Our clan. That wall won't protect you. Not from the machines Regala controls. They're already at your doorstep. And what do you know? The battles that the bulwark has withstood. The blood shed upon stone. I know it wasn't meant to be used as a coward's shield. Ajaj. Újúj. Beszólt neki. A félkarú rabló. Great warrior once. But that was then. De köcsög. Tell Hakaro, with all due respect, we will keep our challengers here for as long as we are safe behind the bulwark. I told you, words are useless with his kind. We're gonna have to kill him. It won't be easy with all his men above. Are you even listening? For as long as we are safe behind the bulwark, he said. Wait here. I need to get a closer look at that wall. What? Ja, mert a falban láttam ott egy befúródott... Aha! Lehet, hogy ez valami ilyen robbanó... Mondja bástya aljára. Valami robbanó töltet volt, hogy mi a fele? Well, this snow's coming down heavy. That wall might not be as strong as Tecote thinks it is. Most hogy megyünk? Hol megyek, bal meg? Ja, le. Jó. Tecote.
Hú, hogy hol vagyunk már? Az igen. Hát egészen benyúltunk. Hát, az komoly. Hát, off-stream, nem tudom, föl kéne ezeket mind fedezni. Aha, ott van egy kemence. Ja, nem. Így. Hova megyek? Hova? Nem. Hol volt a kijárat? Ja, ott, nem? Beaten already, Outlander. Oh, just you wait. I need to get a little distance from the wall in order to scan it properly. Hey, time to scan the wall. Just what I thought. There's something metal in there. Mm-hmm. Oh, that rock is interfering with the scan. I need to get closer. But how? I might be able to climb up on the left side of the wall. Near that waterfall. Milyen waterfall? Tudom. Ja, hogy ez befagyott. Aha. Hát ez valami csordag el, de... Aha. Hopp, ott van valami értéklád, vagy értékes értéktárgy készlet. Igen. De hol? Hol van a... Ja, az a tekote. De hogy a faszba? Távolítsam el. Ja? Ja? Now, better scan that tank again. Power core. I'll bet if I blew it up. But how? Well, can't do anything else here. Better go find Catalo. Jaj, nem áll most, ó, bazd meg. Ennyi volt, merre kell menni, ott. Ó, faszom. Ja, itt van a kotalló. Bocsánat. Said you've been scurrying around the wall like a rat. What in the name of the ten have you been up to? Takote said he wouldn't send his challengers as long as they're safe behind the bulwark, right? Don't remind me. So, we take it down. Hmm. Did you hit your head on the way down here? I'm serious. There's something from the old world stuck in there, and it has a power cell. I could blow it up if I just penetrate the first layer of rock and even metal. Even if what you're saying is true, it would take a cannon to do that. You're right. And you said the rebels were stripping them off machines back in the valley. Come on. No. I'm not getting dragged further into this madness. Hikaru ordered you to help me. Him like that arrogant shit up there? Unkind comparison. Ez goromba összehasonlítása. Ez jobb volt. Na, végre van valami kis izé. Vittesség. Ágyú otthon. Azt faszba keresek. Pretty much, yeah. Ja, bazd meg. A picsába keresek. So, back there,
With Dakota? It seemed like there's bad blood between you two. There is. If we make it through this plan of yours, perhaps I'll tell you. I'll hold you to that. We're getting close to where we saw the rebels before. Well, it looks like the rebels just got a lot more firepower. Ready? Move out! Húha, ez egy elefáni, aki megvadult, és most jó van, el is pusztítja a lázadókat. De az a helyzet, hogy szerintem engem is kurvára el fog pusztítani. Jézusom, bazd meg! Jó, mondjuk offstream egyszer egy ilyen baszott nagy, ilyen T-rex méretű ízét kinyírtam. Mondjuk az legalább egy óra volt, amíg ilyen csapdákkal, meg nem tudom mi az anyám. Ó, Jézusom! Handle the big guy. You focus on the others. I'll follow you in. Maybe I should see if there's anything I can use to take that thing down. My focus can help. Load up, squad. Soon we march. The other Sky Clan will fall. I could give me an edge in the fight. Pont a szignálom meg a tanájzé. Na jó. Hát a fagyás. A gyengéje. Szansz a ketten is jönnek. Mondjuk most nem jó. Ja, de ez izé, bazd meg! Szart lőttem. Let's go.
Ups, nyugi. Na ez volt a plazma. Bassza meg a büdös kurva. Új, plazma. Hát nem látok semmit attól a kibaszott. Kéne. Bazd meg. Machine's heavy weapon. That could be useful. Oké. Okay. Kiürült. Mindegy, fém szalánkom is van. Fölve meg. Kár volt annyit vásárolni, ezért. Még ezelőtt a küldetés előtt, mert így én úgy tudok craftolni magamnak. Tehát most egész jól állok. Oké. Okay. Nincs több gyógyító bogyóm. Hol vannak a lázadók? Szerintem ez nincs. Ja, csak ezt le lehet lőni róla.
Ezt már nem tudom leszedni. Vagy most a szél mutatja. Na mindegy. Ja, ott van egy. Kutassuk át a vagy víz, ez mindenképpen, ezek kellenek nekem. Mondjuk ezzel is mehettem volna, hülye voltam. Itt volt egy ilyen gépágyú, hogy miatt nekem. Akasztópont. Az ott mi? Ott egy drón. Jó, ezt meg kéne szerezni. Csak ne felejtsem el. A drón. Föl kéne mászni? Egyszerű. Aha. De, itt föl tudok elmenni. Jó, na mindegy, erről nem lesz felvétel, illetve lesz felvétel, de lesz szarabb minőségű. Elfogyott a hely a izém, mert a lemezen. Bazd meg, de egy hülye vagyok. Picsában, csak ezt feltöltöttem, majd mindjárt megnézem. Pillanat, ezt felraktam, 16.
Ó, bakker, elfelejtettem helyet csinálni a gépem. Bakker, de egy hülye vagyok. YouTube Studio. Tartanom. Fölraktam. Ó, bassza meg, törölnem kellett volna már rég. Igen. Így. És ugye ezt, ez mehet a kukába, ez ugye a... Igen, ez is mehet, és ez pedig a Tomb Raider 4. Igen. Jó, van most hely. Pú, bazd meg, de ezeknek... Neki kéne vágni. Bazd meg, is a sérült. Jó, nem mindegy. Jó, ezt most már csak az izébe tudom majd visszaállítani. A streamből. Ó, picsába. Egy hülye vagyok. Miért nem... Az meg most hova jöttem? Ja, ott lesz. Picsáj, nem kellett volna egyből felugrani. Szia, Árpika! Hát jó teszed, hogy benézikésztél. Már mikor voltál itt utoljára? Semmi dolgod nincs, ezt ahelyett, hogy növelnéd a nézettségemet, meg nézned ezt a fantasztikus... De tényleg amúgy kibaszottul nagyon nekem rohadtul bejön. Jó, mondjuk most volt egy tök nagy fájtom. Meg itt kell ugye itt lootolgatni. Na most ez kéne valahogy... Uff, még épp, hogy bazd meg tudtam siklani a kurva anyját. Na, várjál. Hol tudok felkapaszkodni erre a fossa? Ugye itt látom a... Ajaj, kis szaggatás. Mizuka! Valami melóval kapcsolatos ki... Éjjjj, meg... Fasz... Ki van? Oda ugorjál fel? Úgy. Most épp ezt a drónt kéne leszednem, illetve most haladok amúgy a fő sztorival is. Csak megláttam idő... igen, az a baj ennek a játéknak, hogy meglátsz egy... Most ott van. Na, nézzük, hogy mi az útvonal ennek a fosnak. Én nem tudom. Tehát ott biztos, hogy nem érem el. Rá kéne ugrani erre a drónra. Oda kéne elmenni, de szerintem itt... Ott messze van, nem? Gyerem, itt van, jó. Yes! Na, és akkor most menjünk vissza az főküldetéshez. Szóval, hogy igen, hogy mindig van valami, és most megnézem a térképet, nézd meg, tehát, hogy ez... és hogyha belezoomolok, ez itt kb. Ilyen részletes, ennyi állat van, meg ennyi, mint ezek ilyen robotok,
Csomó küldetés, itt még mindig vannak blokkolt útvonalak, amihez vissza kell majd mennem, illetve ezeket ki akarom majd pörgetni. Hol van például blokkolt útvonal? Itt egy ilyen például hiányzó eszköz szükséges. És akkor azt ott... és ez a térkép, és ennyi még hátra van belőle, kurva nagy. Most itt belementem, ugye ebbe így belenyúltam, mert ugye a főküldetés miatt azt csinálom, hogy off-stream barangolok, meg hát ugye úgy van, hogy mit tudom, van a tájlistám, vannak fegyvereim, ezek közül mondjuk már adhatnék is el, mert nem használom úgysem mindegyiket, még nem is fogom, mert tehát ahogy haladok ugye a sztorival, annál jobb fegyvereket szerzek, mert adnak ugye a szövetségesek, stb. Tehát jobb fegyvereket kapok, amiket utána még tovább tudok upgrade-elni. Na most például, hogyha mondjuk itt most nem tudok upgrade-elni, mert az el kell venni egy ilyen munkapadhoz, tehát egy asztal tulajdonképpen, ahol azért meg tudom szerkeszteni. De mondjuk mit, itt vannak az íjaim, és akkor itt mutatja, hogy ez mennyi kinetikus sebzés, tehát ez sebzés, ez meg ilyen bontó sebzés, ami ugye a robotoknak a páncélját, bocsánat, bontja le. És akkor mellette ez még tud ilyen tüzes nyilakat is lőni, ez tud ilyen savas nyilakat, és ugye minden gépnek itt van a jegyzetfüzet, itt a gépkatalógus, mondjuk itt van ez a gép, és akkor azt mondjuk, hogy ja, itt van sokkolás sebzést, tehát hogyha alapvetően testre őt elkezdem csak így ész nélkül lőni ilyen sokkoló nyilakkal, akkor egy idő után így tegelődik, tehát így megmerevedik, vagy mi a fasz, és akkor tudom csapkodni meg ezért. De ugye vannak különböző testrészek, itt meg is jelöli, ezeket a fókuszommal, mert ugye az a lényege, hogy az Aloy talált még annak az első részben, hogyha hosszabb nyomom a izét, akkor ez itt tud, a fülében ott van, ott látszik, és ott világít ez a szarság. És itt ugye, hát itt meg tudok jelölni mindent igazából, itt most tudok akár, ja, és kell ugye állatot is lőnöm, mert az állatoknak a izéiből tudok utána fejleszteni. Például. Tehát vagy írha, tehát kell az írha ahhoz, hogy mondjuk az íjaimnak, bizonyos íjaknak, mert ugye többféle íjam is van ráadásul, azoknak az erszényét tudjam úgy fejleszteni, hogy ugye több íjat tudjon egyszerre magával vinni. És akkor itt van a tárcsa, amit tudok az íjak között így választani, és itt van, hogy a vadászi, az a, hát ez a középtávú, tehát az ilyen midrange íj, ez ilyen sima sebzős, ugye tüzes, ez fagyasztást lő ki, ez savasnyilat. A sas személyek azok nagyobb sebzést okoznak, meg ezek ilyen, hát olyan, mint a sniper. És a harcosi, az pedig látszik is, hogy ilyen kis izé, ilyen kis kézi, hát mindjárt meg is tudom mutatni, ilyen kis kézi bígyó. Ez akkor jó, hogyha valamivel közelharc van, és mondjuk én tudom, hogy annak az élőlénynek a sokkoló izé, akkor fogom, ezt elkezdek itt ugrálni, lövök, pak, 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 és egy idő után ugye sokkolva lesz, és akkor aztán nyomom a bal klikket, és a nagy lángyámmal így izé lebaszom. És akkor miután ugye kitakarítottam egy ilyen területet, akkor oda lehet menni a gépekhez, meg kell is menni, és át kell őket kutatni, mert hát egy csomó nyersanyag van ugye bennük, ilyen fémszilánk, meg ilyesmi, és hát fémszilánk kell alapvetően egy csomó mindenhez, az ilyen kvázi ilyen pénznek fogható föl, vagy hát egyfajta ebben a világban egyfajta ilyen fizető eszköz, és hát itt jelölik is ezek a kis bizbaszok, hogy itt a közelben itt van, ott itt egy ládika például, csomó ilyen láda, és hát ugye úgy van, hogy most például a fő sztoriban, ahol mennem kell, meg kell találni valami koordináta alapján egy... Fú, a sztori azért az eléggé hosszú, meg ugye hát az első résszel kezdődik, de kibaszott, hogy a föld pusztulása van ítélve az első részben, nem akarok annyira spoilerezni, tehát rengeteg csavar van benne, és a lényeg az, hogy ezeket a gépeket beprogramozta valami gonosz, hogy elpusztítsák, és kiderül, hogy mi tudjuk igazából megmenteni, mi vagyunk egy klónja annak a tudósnak, aki még a földi időben, tehát amikor ilyen 2000, nem tudom, 100-ban, még ugye éltek az emberek, meg városok voltak, meg minden, ő fejlesztette ki a Gaia nevű ilyen, ez ilyen mesterséges intelligencia, vagy mi a faszom, és ez igazából egy programot az első részben ugye úgy nézett ki, hogy hát mi azt abban hittünk, hogy ezt a programot azért kell ezt a Gáját föléleszteni, meg megmenteni, hogy legyőzzük vele a gonoszt, és megmeneküljön a Föld. De kiderült, és ez ott benne nagy csavar, spoilerezem, mert te úgyse fogsz vele játszani, tehát az ott benne a csavar, hogy igazából a Gája az egy olyan, hát egy olyan rendszer, ami igazából, hogy mondják ezt, egy ilyen terv, ami
Amiben az, az egyik rész, hogy a Föld mindenképpen elpusztul, mármint, hogy kipusztul rajta minden, de ugye ez a program, vagy ez a gép, ez ott marad rajta, ez az intelligencia, mi a faszom, és nem tudom hány száz év múlva fogja majd az életnek az első izéjét ott így elültetni, mert annyi idő után jelenik majd meg először az élet. Tehát a lényeg az, hogy így elmagyarázta az első résznek kb. Így a végén, amikor itt teljes döbbenet volt, hogy igazából mi azt hittük, hogy megmentjük a Földet, de tulajdonképpen nem, és még nem pusztult el, meg most lehet, hogy ennek a vége az lesz, hogy mégse kell, hogy elpusztuljon, de hogy levezette a Gája, hogy ja nem, hát a program, amit az Elizabeth Sobek, akiről minket klónoztak, ez a tudós még régről, ő úgy csinálta meg, hogy, tehát, hogy elfog, mert ez egy ilyen ciklikusság. Tehát, hogy ez nagyon durva ebbe így belegondolni, és ugye ez már nem tudom, hogy a gyára történik meg tulajdonképpen a Földdel. Nyilván nem 10 évente, hanem ilyen több ezer, vagy mit tudom, hány 100 000 évente. De hogy ez így megtörténik. Csak ugye most itt volt egy kis gebasz, és úgy nézett ki, hogy a gonoszak azok végleg elpusztítják a izét, és hogy nem fog újjáéledni az élet. És most is úgy néz ki a második részben, ugye ebben, hogy itt még a gonosznak vannak ilyen maradványai, meg új szereplők jöttek be. Ja, hát és akkor mellette ugye nyilván én úgy haladok itt szépen a küldetésekkel, de rengeteg mellékküldetés van, találkozom emberekkel, akik adnak ilyen különböző feladatokat, hogy eltűnt a valaki, mert nem tudom, felmászott a hegyre, és izé. És akkor megkeresem, és mondjuk ad cserébe valami tárgyat, vagy ajándékot, vagy egy fegyvert például. Tehát azért kell ezeket megcsinálni, mert a mellékküldetésekből is kapok. Látod, most itt van például egy ilyen felkiáltójel, ide majd streamen kívül, ide el tudok jönni, és ahol itt vannak ezek a tábortüzek, ezek között tudok utazni is amúgy gyorsan, tehát nem kell ezeket végig lovagolnom itt, ha mondjuk ide akarok menni, hanem mondjuk fogom, azt jobb klikkelek ide, mondjuk elmegyek egy tábortűzhez, ami jelen esetben mondjuk itt közelben van is kettő. Most itt vagyok, itt van kettő, ha is ide elmegyek, akkor ettől a tábortűztől bármelyik tábortűzhez, ami ilyen fehér, a szürkékhez nem, el tudok utazni. És akkor itt, hát itt ugye vannak, és akkor itt jelöljöm ugye, ez még a föl nem fedezett területek, és hát kb. Ez a rész eddig a vonalig lett mindenki kimaxolva, tehát hogy minden ilyen questet, kérdőjelet, stb. Földerítettem, és kb. Innentől, illetve ettől a résztől nyugatra, mert látszik is, hogy innen indultam, mert csak egy ilyen sávban. Hát ezt majd itt szépen így föl kell fedezni, és akkor itt ezek mind ilyen mellékküldetések, itt találok, tudtam magamnak feladatokat csinálni, hogy a különböző fejlesztéseimhez, tehát a ruhafejlesztés, mondjuk a ruhám azért az kemény. Megnézed, ez. Nem ez, mert ez van most rajtam, de tök jó, a játék engedi azt, hogy látszólag ezt, tehát ezt jeleníti meg, de ez a ruha, és itt ugye mutatja is, hogy milyen izék ellen véd. Tehát, hogyha egy gép, nem tudom, tüzet hány, vagy fagyasztót, vagy izé, ez tök nagy védelmet nyújt ezek ellen, mutatja, hogy mekkorát. És ezeket is lehet fejleszteni, mert itt vannak ilyen kis tekercsek, például itt. Tehát ezt a ruhát, hogyha most én fejlesztem, akkor azt a két tekercset föl tudom tölteni, és akkor tekercsek... Ó, de ezeket le is tudom szerintem cserélni, várjunk csak. Hát ez vagy a fagy és tisztító víz, az mondjuk nem rossz. Plazma elleni védelem. Ez a sav elleni védelem. Kéne plazma. De ez 10%. Az ugyanaz, az föl van szerelve. Őt most akkor nem tudok fejleszteni igazából. De mindegy, szóval, hogy itt... És meg hát azért baszó. Na, olyan... Na, és akkor most ugye a fő küldetésem ugye az... éppenséggel. Ja, és akkor most a Gáját próbálom feltámasztani. Részben már sikerült, csak kiderült, hogy van a fő program, amihez, a feltámasztásához, most kiderült, hogy van a főnek ilyen 7 al programja vagy egysége. Ezeknek vannak ilyen neveik, a Poseidon, Hephaistos, tehát ilyen régi isteneknek a izé nevei. És egyet, Meridian? Nem Meridian, nem Mephisto, mit tudom én, valamelyiket megtaláltam már. És azzal már föl tudtam őt éleszteni, de hát ugye gyenge még valami 7 vagy 8-10%-os csak az egész, és itt a környéken, illetve hát itt ezen a térképen, itt rajta van mindegyik, illetve 3 másik komponens, aminek a helyét tudjuk. Azokat megjelölte a térképen, majd azokat kell összegyűjteni, illetve beaktiválni, és utána azokat is, hogyha beépítem a Gájába, akkor lesz már ilyen 40-valány%-os a képzettsége, vagy a felkészültsége, és akkor tudunk majd tovább lépni. És hát ugye itt most, hát kvázi most akkor az a feladat, hogy ezt a 3 részt, ezt a 3 ilyen processzorban tárolják magukat ezek a programok, vagy intelligenciák, azokat megszerezni. Demeter, igen, Demeter koordinátai. Ja igen, és az egyik, a Demeternél talán,
vagy itt. Homoktenger, nem ez a Poseidon, a homoktenger, az majd itt lesz, az Los Angelesnek a romjai. És álljátok, benne van az a, az a nagy piros híd, a, nem milyen bridge, az a... De mindegy, tudjátok, annak a romjai, meg, szóval brutál. Tehát, hogy... És annyira el lehet ezzel bóklászni, két órája játszom a izével, és így tényleg, hogyha az ember így mindent így mindenhova be akar nézni, mert ott ugye látod, hogy opp, ott is van valami, meg ott is valami világít, de most már akkor keresgéljünk izét. Nézzük. Ágyú leválasztása. Most ugye a küldetésünk köz, pedig kell egy ágyú. I may be maimed, but I've still got a strong back. Vagy akkor az a... Igen, akkor lehet, hogy a Golden Gate, igen. Akkor lehet, hogy ez Frisco. De amúgy Los Angeles romjai, akkor lehet, hogy ez nem az a, azon a helyen van. De hát láttam ilyen... jeleneteket, meg ilyen képeket róla. Ilyen trailerekben. Nagyon komoly. Hát és akkor most... Hát most így közben így beszélget, de amúgy most azért nem utazunk, vagy gyors utazom, mert azért... Mert most ugye beszélgetek közben a Kotallóval. Hát és akkor ugye az útunk közben ugye van, amikor ilyen sima, csak így futkosunk, de van, amikor jönnek ugye ilyen lázadók, ugye ellenfelek, emberek, ilyen azok is ilyen nomád kinézetűek. Tudunk a tűznél egyet menteni. Egy gyors mentést. Szóval, hát igazából, ami mondta, hogy lehet barangolni benne, de azért úton útfélen bele fogsz ütközni nyilván robotokba, stb., akikkel azért kell majd arcolni. Tehát ez nem csak egy ilyen mászkálós, mert mehetsz olyan irányokba, meg ki tud őket kerülni, hogyha akarod. Na, nem, most mi van? Itt vagyunk. Uh-huh. Csak hogy a faszomba viszem oda föl. Here it is. But you don't just need a cannon. El kell találnom, de mi van, hol van beizélődve? Ja, az. Hősi roncs. Okay. Gotta blast away some rocks. So I can expose the... It's working! Nothing's exploded. This isn't gonna work. Well, isn't this impressive? Two children playing siege. I hope they haven't hurt the bulwark's feelings. Come now, stop embarrassing yourselves. And leave this poor mountain alone. This is your last chance, Tecote. Meg kéne győzni ezt a Tecotét, hogy küldjön a harcosokat, mert aki minket elküldött, az birtokolja ennek az egyik gépnek a processzor, az ott van az ő trónja alatt, de ő csak akkor enged be minket oda, hogyha meggyőzik ezt a csávot arról, hogy küldjön harcost valami nem tudom mi a faszomra. És ugye ő meg addig nem küld, mert azt mondja, hogy ez a helység ez megvédi, meg ez ilyen már évezredek óta ilyen lebonthatatlan, meg a gépek se tudták bevenni, de most ugye bebizonyítjuk, hogy igen, hogy mondjuk ennyire nem biztos, hogy ennyire számítottuk. Azt hittem, hogy csak egy kis lyukat ütünk rajta, de ez egy ilyen kurva nagy lyuk lesz. Na? Na mi a fasz? What have you done? Can't hide behind the wall anymore, Tecote. Now you have to join Hikaru. Never. Never. We will rebuild it. Immediately! You are not safe. Awesome, ja. Bekapcsolás, grafika, egyéni, hát kiváló. Ja. És úgy, hogy mellette fut ugye a recording, vagy az OB, vagy a... Hát itt a recording az nem, mert az előbb az megjelzett a izé, hogy betelt a lemezem, mert én hülye elfejtettem törölni. Az a baj, hogy ez nagyon nagy méretű, tehát egy 2-3 óra játék ebből az, ami 150 giga recording, és most az elmúlt 3 napban csak ezzel játszottam ugye adásban. És most így stream közben dobta ki a üvegüzenetet, hogy megtelt, úgyhogy mindegy, majd a streamet fogom feltölteni, most kivételesen ehhez a részhez. Az kicsit talán gyengébb. Az is full HD, csak ugye az,
Hát ez nem olyan minőségben rekordol, mint ahogy én megtenném. Let alone an army of machines. The only pathway to safety is to unite against Regala with your chief. Hát amúgy igen. Ez a Regala, aki ellen össze kell fogni, tehát igazából ez a, aki minket elküldött, hogy meggyőzzük ezt a csávot, hogy küldjön valami harcost, az azért kell, hogy ezek a törzsek egyesüljenek megint, mert van egy áruló, vagy nem áruló, van egy ilyen hülye picsa, aki például őt is megcsonkította, meg akinek az emberei, és ők most arra készülnek, tehát ők gyűjtenek robotokat, meg hadsereget toboroznak, hogy itt mindent elfoglaljanak. De közben igazából ez csak egy ilyen része az egész sztorinak, mert amúgy Aloynak nem ez a problémája, ő ugye a Földet akarja megmenteni, csak neki ahhoz kellenek ezek a processzorok, stb. A gája, és hát közben belefut ugye ilyen sztorikba. Szóval, ezt nem lehet így elmesélni. But that's better than living apart from the tribe, as pawns in Dakota's foolish schemes. If you want to check up on them, talk to Jera, the chaplain of the clan. If anyone needs help up there, she'll know. Yeah, maybe I will. I'll take my leave then. I need to report to Hikaru. Most nem tudom végül... Kuruton. Ja, akkor meggyő. Jó, akkor elküldi a harcosát. Ez a Kurut, ez maga az az esemény, vagy ez a rituálé, vagy mert még nem tudom, hogy mi a fasz van, de az is valami ilyen harcos, valami esemény, akkor ez a Kurrut, na mindegy.